Az udvaron feldíszített karácsonyfa, színes fények, karácsonyi dallamok a szeretet ünnepének közeledtét jelezték. A tűz feletti bográcsokból teát kínáltak a szervezők. A meleg italt szívesen fogadták a vendégek a hideg időben. A résztvevőket ifjabb Balogh Sándor, az alapítvány kuratóriumának az elnöke köszöntötte, aki beszédében az idegen nyelvek tanulásának a fontosságát hangsúlyozta. Hosszú út után jöttem ide, és hosszú út áll előttem, mert újra eltávozom az országból, de boldog vagyok, hogy ennyien eljöttek ebben a hidegben is, és boldog vagyok, hogy Bebét, aki jó barátom nekem, hisz ő is afrikai származású, elhozhattam ide, és egy nagyon jó hangulatú estét tudott itt abszolválni, és láthatóan a gyerekek is és a felnőttek is jól érezték magukat. Nem volt az idei esztendő könnyű. Hogyan zárja ezt az évet a Balogh Sándor Alapítvány? Mostanában egyik év sem könnyű. Én továbbra is örömömet fejezem ki abban, hogy a Balogh Sándor Alapítvány forrásai megfelelőek arra, amely programot most meghirdettük. Elég támogatót és elég támogatást sikerült összegyűjteni, és annyiból változik az alapítvány koncepció, hogy ezentúl nem tárgyi ajándékokat vagy általános ösztöndíjakat próbál kiosztani, hanem megpróbáljuk a nyelvoktatást, a nyelvi tudás fontosságát hangsúlyozni, és ezáltal egyedülivé is válni a környéken, és olyan támogatási formát találtunk ki, amelyben a nyelvvizsgát letevő diákoknak térítjük vissza az állami nyelvvizsgadíját. Miért éppen ezt a célt fogalmazták meg? Én utazásaim során és az életem utolsó 15 évében mindig azt tapasztaltam, hogy rengeteg dolgot tanultam az itteni híres Bocskai gimnáziumban, és rengeteget is használtam belőle, de ami a legtöbbet és a leginkább hiányzott életem során, az a nyelvtudás. Hiába tanította itt nekem Sir tanár úr az angolt, ez annyira nem volt elég még, és mai napig is tanulok, és a mai napig is néha nehézséget okoz, hogy kifejezzem magam, hisz az ember sok országban sokféle akcentus, sokféle nyelvjárást kell, hogy beszéljen, franciától az angolig, és én azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy a világban az emberek megértessék magukat, és ezáltal magunkat is talán jobban megértenénk, ha másokkal kommunikálni tudnánk, azon a nyelven, amelyen tényleg azt értjük, mint amit mondanak. Nagyon sokat tartózkodsz külföldön, milyen érzésekkel térsz haza a szülőjához, az édesanyádhoz? Hát, egyre öregszünk, édesanyám is öregszik, és én is öregszem, de egyelőre örülök továbbra is annak, hogy megtehetem, hogy egészségem és tehetségem van arra, hogy a világot járjam, és azt is, hogy hazajöhetek, és mindenkit egészségben találok itthon. Remélem, ez sokáig lesz még így. A Balogh Sándor Alapítvány által szervezett program sztárvendége a népszerű előadó Bebe volt, akivel a közönség együtt harsogták az ismert dalokat. Kerülőkül kerül földet, amit ér, és a kert a világ ért, amit ér, és az így az álom nélkül élet, a tettek nélkül. Gyere már észre, és az agyat a gyermek nélkül, amit ér, és a szívem tízes nélkül, amit ér, és nyár a napfényért, és a föld az ember nélkül. A műsor végén felcsendült a Kis karácsony, Nagy karácsony című dal, amit résztvevők körbeállva, egymás kezét fogva, az összetartozás érzését kifejezve énekeltek a Tea Partin.